Gyerünk még 4 méter, gyerünk, gyerünk! Vad kihívások várták a gyerekeket a Nagy Sándor József laktanya idei harmadik, egyben utolsó honvédelmi túlélő táborában. A kiképzők arra törekedtek, hogy minél izgalmasabb szituációkba vigyék bele a fiatalokat. Rögtön a nyitónapon airsoft vegyvereket vehettek kezükbe, és tűzpárbajban való mozgást gyakorolhattak, valamint a különböző kötéltechnikákban is kipróbálhatták állhatatosságukat. De, mint ahogy Dénes mondja, számára volt egy sokkal érdekesebb program. Nekem a szerdai napom, illetve szerda csütörtöki napon kint voltunk egy elhagyatott laktanyában, Sárbogád mellett, ott saját menedéket kellett építeni, és ott volt éjszaka egy riadó, egy menetgyakorlat és különböző feladatok végrehajtását kellett abszolválnunk. A dzsungel labirintussá változott katonai objektumban sátorlapokból készítettek és cövekeltek éjszakai menedéket maguknak. Ezen túl a táborozók többállomásos járőr feladatban bizonyíthatták be, mennyire életre valóak. Csapatokban vízi átkelésben vettek részt, elsősegély ismereteket tanultak meg, valamint természetes és mesterséges elemekkel tűzdelt akadálypályán hajthattak végre feladatokat. Nagyon sok jó program volt, talán a legjobb, amikor az éjszakai riadó nál bolondokházába be kellett hatolnunk, közben két raj biztosította az épületet körbe, az egyikbe hatolt. Na, akkor megtapasztaltuk, hogy mit jelent az, hogy valaki jól képzett, és úgy mit jelent az, hogy a fegyelem az a legnagyobb és a legveszélyesebb fegyver. Fehérváron második alkalommal rendezték meg a túlélőtábort. Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettes elmondta, hogy elsősorban nem a toborzás volt a cél, sokkal inkább a katonai magatartás és a szolgálat kalandjainak megismertetése. Az a célunk, hogy bemutassuk magunkat egy kicsit a fiatalabb generációnak, hogy lássák azt, hogy mit jelent a fegyelem, a csapatmunka, mi az, amit mi naponta csinálunk. Természetesen az ő szintjükön, hiszen nem kiképzést kapnak, nem katonákat készítünk fel, hanem fiatalokat mozgatunk egy kicsit a jó levegőn. Ugye naponta csak fél órát használják a mobiltelefont, ezzel is próbáljuk bemutatni, hogy azért van élet a mobiltelefonon túl. A kihívásokkal teli 5 nap után kitüntetéseket vehettek át a legjobban teljesítő táborlakók. A honvédelmi táborok népszerűsége egyre nő, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén már több mint 3000 gyerek tölti a nyarat a Honvédség által szervezett táborokban.